Ott jártunk Tobak Zoltán születésnapi autózásán, melyet az Ádándi Rallycross pályán szervezett neki testvére, ahol is a rallypilóta egy Subaru VRC-t próbálhatott ki. Nem okozván csalódást, Zoli mindent megtett annak érdekében, hogy ott lévő ismerőseit és persze saját magát is elszórakoztassa látványos vezetési stílusával. Az öröm autókázás után pár mondat elejéig sikerült elkapnunk a rallypilótát. Szia! Sejtetted azt, hogy mi lesz a célja ennek a születésnapi kiruccanásnak? Megmondom őszintén, az öcsém már pár nap ezelőtt pedzegette, hogy nem megyünk rá Ádámra autózni. Nem láttam le, hogy most mit szeretne, és reggel, amikor elindultunk, mondta, menjek, együnk a McDonald's-ba, vagy hát együnk valami kaját, hogy legyen bennünk egy kis étel, és hogy éjszaka pihentem, mert kipihentem volna, nem pihentem ki magam, nagyon fáradt vagyok. És akkor mondom, hova megyünk, merre megyünk ki, mink a városból sokat fogunk autózni. Azt mondja, majd meglátod. Na, nagyon jó, hát most gondoltam, hogy biztos, hogy lesz-e fogunk menni, hogyha ennyire bekészülünk. És reggel után elindultunk az autópályán, Siófok irányába. És akkor még nem, igazából nem gondoltam azt, hogy most Ádámra jövünk, de amikor a Siófok első kiállványára kijöttünk, készítettem, Ádámra megyünk, majd meglátod, ez a válasz. Mit éreztél akkor, amikor szembesültél vele, hogy egy VRC-vel fogsz autózni? Tehát szembesülettem volna akkor is, amikor a pályának a bejáratánába jöttünk, de nem engedte, tehát hátra kellett fordulnom, vagy oldalra. És amikor idértünk a plachoz, akkor mondtam, akkor most nézzük előre. Tehát megmondom őszintén, elkezdtem remegni. Tehát leadtam a VRC-t, szóró VRC-t, és ez minden embernek, aki a rallival kicsit kapcsolatban áll, az mindjárt arra gondol, hogy hú, egyszer ha VRC-vel mehetnék. Hát most ez bekövetkezett. Nagyon látványosan mentél. Mennyivel volt másabb a Subaru VRC-t terelgetned, mint a már megszokott versenyautódat a Mitsubishi Evo-t? Igazából teljesen más feeling, mint az én más Mitsubishi Lancer-em. Nem tudok semmiféle hasonlóságot az autóval mutatni, tehát minden teljesen más. A Mitsubishi-vel nehezebb lenni. Ezzel a mechanikus váltogatással, nem a szekvenciálissal, ez, hogy tényleg a kuplunk csak az egyes sebességi fordulat betételénél szükségeltetik, és utána aztán gázon kell állni, és a megfelelő fordulaton forgatni az autót. Eleinte egy-két helyen nagyobb, magasabb sebességi fordulatot próbáltam fordulni, azért az érezhető volt, hogy kicsit betorkant az autó, de gyorsan visszalőttem egy-két sebességi fordulatot, és egyből észhez tért, tehát szenzációs az autó, hogy kezelhető, hogy hogyan fordul, a fék, meg minden, tehát ez teljesen más világ. Tudsz már mondani konkrétumokat az idei évről? Milyen versenyautóval fogtok indulni, melyik futamokon, ki lesz a navigátorod? Hát igen, sajnos ezt, ahogy ti is látjátok, a tavaly évvégén ez a gazdasági válság sajnos nagyon sok mindenkit érzékenyen érintett. Sajnos minket is, de ettől függetlenül mi kitartóan dolgozunk azon, hogy végre egy új évet már kompletten meg tudjunk csinálni. A tervem között van 6 verseny, semmiképpen nem szeretnék Murván indulni, mert az autó nagyon sok veszteséggel fejezheti be a versenyt, és teljesen új autót kell utána építeni, gondolok én egy Veszprém rallyra, vagy egy Nyíred rallyra. És a büdzsénk úgy áll, hogy Egerben biztos indulunk, és a Miskolcban is biztos, hogy fogunk indulni. Aztán időközben folytatok most tárgyalásokat cégvezetőkkel, akik tettek ígéretet a recesszió ellenére, és én úgy gondolom, hogy ha azok az ígéretek be lesznek tartva, akkor egy sikeres 6 versenyes évet tudhatok majd magam mögött, de erről majd akkor beszélünk, amikor vége van az évadnak. Igen. Annyi változás történt, hogy tavaly évén a navigátorom, a Szabó Krisztián kiszállt mellőlem, barátsággal váltunk el, teljes mértékben a mai napig itt versenyeztünk. Aztán, hogy abba hagytam a versenyezést, felfüggesztettem 4 évre, ő átültem a Tücs Misihez, és ez év elején úgymond elkértem a Miskától, mert a Misinek van egy gerinc problémája, ami miatt valószínűleg nem biztos, hogy fog menni minden versenyen, és így összeült a régi bajnokváros.
távol lesz az A8-as kategóriának. Több olyan versenyző is az A8-ba jön, akik előtte szuper 1600-as vagy N-es autóval mentek. Hát az autó igazából tavaly óta semmi színű módosítást nem eszközöltünk. Egy, amit most még a verseny előtt meg akarok csinálni, az a motor. Nagyon erős ás, kompettás motort szeretnék belerakatni. Így már talán esélyesebb leszek a dobogó valamelyik fokára. Most ez azért mondom, mert tavaly is azért sokan voltunk, és csak 4 versenyen mentem, és évvégén kategóriában 4. helyen végeztem. 4 versenyen mentem, 4 célbeérkezést, egyszer estem ki, illetve volt egy motorverseny, ahol egyszer félreváltottam a célt, ment a váltó, de egy váltócseré azt is orvosoltak, hogy a saját hibámból okoztam valami problémát. Remélem, hogy idén is ez a szerencsés sorozat meg fog maradni, és minden versenyen pontot fog szerezni. Ez a technikától függ, megjegyzik én tőlem, hogy az autót nem adom be az áron, vagy nem fog hibázni. Köszönjük szépen, és végül hadd kívánjunk neked mi is nagyon boldog születésnapot, valamint eredményes és látványos versenyzést az idei évre is.